egyszer nyáron műsajnalban szomszéd kertben néztem át. Almát szedni láttam én ott egy csoda szép barna lány. Elsirultam, elsápadtam, s nagy zavarban így szóltam. Várni foglak édes téged minden hajnalban. Sej, haj, a kácka hújajtja a levelét. Kislány, szerelmes lettem én most te beléd. Sej, haj, azt mondom, légy a kalambom, mert úgy szeretlek én. Sej, haj, a kácka hújajtja a levelét. Kislány, szerelmes lettem én most te beléd. Sej, haj, azt mondom, légy a kalambom, sej, haj, légy az enyém. Egy szép nyári délután, jól lakottam a jó ebéd után. Ejtőztem én a kertemben, akár egy főiskolás az egyetemen. Mikor megláttam azt a gyönyörű lányt, aki a szomszéd kertben áldogált. Szívem rögtön a torkomba ugrott, s ajkamról már dalt is fakasztott. Sej, haj, a kácfa hullatja a levelét. Kislány, szerelmes lettem én most te beléd. Sej, haj, azt mondom, légy a kalambom, mert úgy szeretlek én. Sej. Tisztelt jelenlévők, a hivatalos meghívó szerint 15 órakor kezdődik a mai falunap délutáni programja. Ugye délelőtt sor került a református templomban ökumenikus istentiszteletre, utána a bányásznap és Izsó Miklós születésnapi alkalmából megemlékezés és koszorúzás volt a szoborkertben, most délután pedig szórakoztató műsorokkal várja az érdeklődőket a falunap szervező bizottsága. Következőképpen alakulnak a délutáni programok. 14 órakor már a gyerekek nagy örömére habparti volt itt a szomszédos futballpálya mellett. 15 órakor, tehát hamarosan, a Pompom Família gyermekműsora következik. Kérem a gyerekeket, hogy fáradjanak ide a színpad elé. Innen jobban tudják a műsort hallani, élvezni. Fél négykor, 15.30-kor a Four Dance Dance Studio műsora következik. Ez egy miskolci társaság. Reméljük, hogy színvonalas műsort adnak. 16 órától Dóri Mulatós műsora következik. 16.55-kor Ötvös Béla polgármester úr köszönti a falunap résztvevőit. 17 órától Baby Gabi műsorát hallhatják. 17.45-től eredményhirdetés lesz, a főzőverseny eredményét hirdetik ki. 18 órától a mai műsor zárásaig, 19.20-ig körülbelül Dankó Szilvi és Vida Jenni mulatós műsora lesz a programon. Hát mindenki válogathat a kedvének és ízlésének megfelelő programot. Felhívom a figyelmet arra, hogy a helyi mentőállomás munkatársai a szolgálati feladatok figyelembe vételével bemutatót tartanak, itt van már a rohamkocsi, és akit érdekel, hogy hogyan is néz ki egy ilyen autó belülről, meg a mentősök munkája hogyan is néz ki, azok fáradjanak majd a mentőautó köré, és elmagyarázzák a mentős kollégák a dolgokat az érdeklődőknek. Tehát következzen a Pompom Família gyermekműsora, és kérem a gyerekeket gyorsan jöjjenek ide a színpad elé, mert egyébként nem hallják, látják rendesen a műsorot. Szép jó napot kívánok mindenkinek, szervusztok gyerekek! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Pompom Família nevében. Akinek van kedve, azt szeretném ide hívni, ide fölcsalni, nem a színpad elé, mert ott nagyon meleg van, hanem ide fel a színpadra. Aki magában érezett stabilitást, belemegy, énekeljen, táncoljon, az nagyon sok szeretettel várom itt fel a színpadon. Üdvözlöm, polgármester úr! Azt mondják, hogy belül mindenki egy öröm fiatal, hogy remélem, hogy már megjött az első fiatal. Nagyon jó. Akinek kedve van, jöjjön fel ide a színpadra. Gyerekeket várom föl a színpadra. Egészségedet. Akinek van kedve, feljön ide a színpadra. Akinek van kedve. Elhetünk kalapot. Tedd vissza félre a kalapot. Fog benni szerintetek? Amely kialakul. Na, induljon a dal!
sétálva bemegyünk az óvodába vagy az iskolába. Most rajtatok a sor. Háromra mindenki jó hangosan bekiabálja a keresztnevét. Egy, kettő, három, hagyd hallja! Na, megismerkedünk. Szia, szevasz, jó napot! Magan a két kezed integetünk. Rajta! Szia, szevasz, jó napot! Most megemeled a kalapod, adszom meg a kalapot. Emelhetünk kalapot. Hogy jár a kezed? Emeld meg a kezed. Na figyelj, most integettek, csak ti jöttök hangosan! Szia! Hát, ne maradtatok, de még egyszer! Rajta! Szia! Szevasz! Jó napot! Megemeled a kalapodat! Rajta! Emelhetünk kalapot! Ott a lányok nagyon jól tudják, még egyszer! Emelhetünk kalapot! Nagyon jó! Meghajolunk, anya, apa meg megtapsol. Ez nagyon meleg, gyerekek. Van én a
azért már mindenki bevette a meleg elleni, a gyerekek ti a szörpikéteket, vagy a jégkrémeteket, a nagyok azért remélem ittak már valami tisztességeset is, ha nem is viszkite valami jó hazai házi pálinkát. Jó pálinkát főzne ki, Zsolt! Akkor se hívnád, ha darabokra hullok szét. Mígóta megvan a gyógyszer a valamiért. És egy helyen egy a társaság miatt igen, egy hogy jó napom legyen, egy a rossz időkre kell, egy hogy jól aludjak el, már az ágyam is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben.
szeretettel köszöntelek benneteket. Hát remélem, hogy vártatok már engem egy kicsit, hogy ideérjek hozzátok. Vártátok? Nem hallom. Ott hátul is vártátok? Mert én már nagyon vártam, hogy itt lehessek veletek, és együtt bulizzunk egy hatalmasat. A latin hangulatnak még mindig nincs vége, hiszen egy jól ismert slágert hoztam hozzátok. Szeretlek én, jöjj vissza hozzám. Fogadjátok sok-sok szeretettel! Vissza! Hatalmas tapsok magatoknak, fantasztikusak vagytok. Ismeritek-e azt a dalt, hogy én mindenkiben csalódtam? A szívemről hadd daloltam. Egy kicsit hangosabban, jó? És nem látom a kezdet, hogy I'm the only one.
Ha már van szó a sok-sok 20 000-esről, akkor arról is legyen szó, akinek sajnos nincsen elég lovettája. Hát remélem, hogy kevesen vagyunk így ezzel. Fogadjátok sok-sok szeretettel a következő dalt. Nincs ebb pénzem! Köszönjük szépen Dóri fergeteges műsorát. Tisztelt jelenlévők, kedves közönség! Ötvös Béla polgármester úr ünnepi köszöntője következik. Na hát igen nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. A mai rendezvényünk azt gondolom, hogy hagyományteremtőnek lehet mondani, hiszen ma a programunk 11 órakor kezdődött az izsófalvai református templomban, ahol megemlékeztünk a bányászainkról, azokról a bányászokról, akiket talán eléggé meglehetősen méltatlanul idáig nem esett szó a borsodi szénbányák bezárását követően. Tehát
a bányászok után pedig Izsó Miklósról emlékeztünk meg az Izsófalvai szoborkertben. Izsó Miklósról annyit nem árt tudni, hogy az ma 192 és 1831. szeptember 9-én született, ezért is van szeptemberben mindig az Izsó Miklós emlékhét. Még annyit talán Izsó Miklósról, hogy egyébként az eredeti neve neki Izsó Miklós volt, csak akkor, amikor felsőbb iskolába beiratkozott, és ott életön az anyakönyvben elírták a nevét, és így ragadt rá az Izsó név, ami egyébként a későbbiek során már művész neve volt. Nagyon sok jó kedvet kívánok itt mindenkinek, kedves vendégeinknek. Nagyon szoros a program, és most még az Izsófalvai általános iskola nagyon szép és táncos lábú gyermekei fognak néhány perces előadást tartani, úgyhogy következzenek most ők. Még egyszer jó szórakozást és jó kedvet kívánok mindenkinek, tekintve, hogy hát megérte imádkozni a fentiek felé, mert nagyon jó időt sikerült kifognunk. Igaz, arról nem volt szó, hogy ilyen meleg legyen, de hát ezen a melegen már lassan túl vagyunk. Tehát jó szórakozás, jó mulatást! Köszönjük szépen Ötvös Béla polgármester úr köszöntő szavait, és ahogy elmondta, az Izsófalvai Izsó Miklós Általános Iskola leány tánccsoportja következik, modern táncokat adnak elő, és utána hamarosan Baby Gabi műsora következik, aki már megérkezett, itt van. See you.
testem véve, végtelen maraton. Átadom most kellekem, minden mozdulatom, a táncod jár az ég. Gyere, tarts velünk a tét! Mellettem ne maradsz el, ébredj fel, legyél táncatíz, kitest, ha egymáson ég. Jól. Engedd, hogy vigyen a vágy, megvárhat minket az áj. Nem kell már sokat várni, lángoljon velünk a tét. Ez olyan igé, a szívünk megérzi. Szeresd a testem, bébe, végtelen maraton. Átadom most a lelkem, minden mozdulatom, a táncod jár az ég. Hiába titkulnál, gyerünk! Szeretlek, semmi kicsi. Szeresd a testem, bébe, végtelen maraton. Átadom most a lelkem, minden mozdulatom, a táncod jár az ég. Gyere, tarts velünk a tét! Szeresd a testem, bébe, végtelen maraton. Átadom most a lelkem, minden mozdulatom, a táncod jár az ég. Gyere, tarts velünk a tét! Szeresd a testem, bébe, végtelen maraton. Átadom most a lelkem, minden mozdulatom, a táncod jár az ég. Gyere, tarts velünk a tét! Hatalmas tapsvilág során repülünk a szívünk tavaszán. Arany országú csillogó gyilván korán repülünk a mesék kocsiján. Fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk, és a sós fogja tán a vonán. Csupa boldogság vár ezután és rád a mesék, mese szép kocsiján. Gyerünk, mese autóban repülünk a szívünk tavaszán. Arany országú csillogó gyilván korán repülünk a mesék kocsiján. Fenn az égben az angyalok vigyáznak rád, és a sós fogja tán a volán. Csupa boldogság vár ezután rád és rád a mesék, mese szép kocsiján. Kijöttök mese autóban, repülünk a szívünk tavaszán. Arany országú csillogó gyilván korán repülünk a mesék kocsiján.
csúcs mögött át a volán. Csupa bolygó sárgán, ez a tráné ad is rám, a mesék mese szép kocsiján. A mesék mese szép kocsiján. Nagyon szépen köszönöm! Ez volt a Csali, kettővel többen lettek a színpad előtt. És ez már jó? Köszönöm szépen nektek, csodálatosan énekeltétek. Ötvös Béla polgármester úr fogja elmondani, hogy kik is szereztek első, második és harmadik helyezést, és majd ajándékot is kapnak itt kondér meg egyéb ajándék formájában. Akik ugye főztek, jöjjenek a színpad közelébe, hogy át tudják majd venni az oklevelet és az ajándékokat, jó? Igen. Na, tehát átadom Ötvös Béla polgármesternek a mikrofon. Köszönöm szépen a szót, Isztambul. Ja, már Bibi Robi elment, pedig annyira jó volt őt hallgatni. Most következik egy lírai dolog. Volt egy főzőverseny nálunk, ami emlékezetes a hosszú távon is. Akik részt vettek a főzőversenyen, kérem, jöjjenek ide minél közelébb. Mert a fényes tekintetű zsűrinek az döntését most fogom kihirdetni. Tehát, mondhatom? Doppergés, sehol. Na jó. Köszönöm. Tehát, harmadik hely, mert hogy a végéről kezdjük, arany specisek. Gyertek, fáradjatok ide az ajándékért. Merre van a tetoválásos? Tetted már a ruhát? Gratulálok, nagyon finom volt a kaja. Mi is ettünk belőle, nem túl sokat, mert nem bírtunk többet enni. Annyira finom volt, legközelebb is várunk benneteket. Gratulálok, nagyon ügyesek voltatok, és fogadjátok szeretettel tőlünk a rendőrkapot. Gratulálok, nagyon jó volt, gyertek máshol is. És akkor második helyezett. Nem mondta. Doppergés, az előbb hallottam ilyet. Nem tudtok prezentálni ilyet? Ennyien a hár. Na mindegy. Akkor nem feszítem tovább a húrokat. Nem érdekel. Fakanál forgatunk. Jöjjetek közelebb ide. Tapsot neki! Ennyien! Tapsot neki! Jól kivagyok ennek. Móni? Robi? Hagyd el látom. Jó? Ne olyan, én már magammal ezt a kondért. Köszönjük szépen a közeleműködést, várunk benneteket jövőre is. És akkor jöjjön az első hely. Remélem mindenki ideges. Annyira nehéz ez. Ez az! Köszönöm! Feszült! Olyan idegesek vagyunk. Ki lehet az? Suri Hussi! Gyertek! Gratulálom nektek! Annyira finom volt! És akkor még hozzáteszem, hogy Dr. Tátrai Gyula külön ajándékát, amit olyan nehéz a színét lecipelni, gyertek, segítsetek, átadjuk az első helyezet. Mivel nyertetek? Mert nagyon finom volt a kajátok, hogy mit nyertetek? Ja igen, most mondják, vadpörkölt volt az étel, jótúrós trapacskával, amit én nagyon szeretek, és annyira sajnálom, nem kínáltatok meg, mert legközelebb itt leszek. Itt fogok ügyeletet tartani. Köszönöm szépen, itt a nagy kondír, és Tátrai doktor külön ajándéka. Gratulálok nektek! Gabika, kedves, lejjem alak most egy puszit tőle jobbra, majd bal. Neked nem adok. Neked viszont? Köszönjük szépen. Na igen, hogy ő sem maradjon ki.
Szegény Sanyi, hát ő senkitől nem kapott egy puszit. Tőle biztos nem fog kapni, bizony egy jó kifszolgás, igen. Sziasztok, további jó szórakozást kívánok mindenkinek. Érezzétek jól magatokat, hajrá Zsófalva! Örüljünk egymásnak, tartsunk össze, legyünk jók, legközelebb. Sziasztok! Köszönjük szépen, polgármester úr, showmennek sem utolsó.